Köszöntöm a kedves nézőket! Itt a nyár, strandidő, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy a testünkön itt-ott akadt némi felesleg. A bőrünk sem olyan már, mint régen, és a narancs nem csak az italunkban van, de a combunkon is megterem. A leggyorsabb megoldásokat keressük, hogy ne koplaljunk, csinosodjunk, és élvezzük a nyarat. A válaszokat Varcaba Esztertől és Kun Mónikától kapjuk, akikkel zsírt fagyasztunk, zsírt roncsolunk, bőrt feszesítünk, testsúlyt csökkentünk, és lehet, hogy még a tűtől való félelmeinktől is megszabadulunk. Ez itt a Nőidő. Maradjanak velünk! Különböző kezeléseid vannak, hogy megszabaduljunk a nem kívánt látványtól a testünkön. Ilyen például a zsírfagyasztás, amit sok terápiának is hívnak. És mielőtt még itt a nézőkkel együtt sokkot kapnánk, kérlek, mesélj nekünk erről a kezelésről. A zsírfagyasztás, ez egy non-invazív eljárás, miszerint külső behatással zsírt fagyasztunk. Maga a zsírfagyasztás mínusz Celsius fokokra hűti le a zsírsejteket, mínusz 4 Celsius foknál a zsírsejtek már nem tudnak a hidegre reagálni, ezért szétesnek. Teljesen a zsírfagyasztásnál mínusz 10 Celsius fokig fogunk hűteni, és ezáltal a zsírsejtek úgymond egy gyulladásos állapotba kerülnek, amiket majd a makrofágok, azaz a falósejtek fognak bekebelezni. Egy öngyógyítás jön létre a szervezetünkben. Mi történik a zsírsejtekkel közvetlenül a kezelés alatt vagy után? A zsírsejtek a hideg, a hűtés hatására elfagynak, nem tudnak reagálni a hidegre, ezért szétesnek. És rögtön kiürülnek a szervezetből? Nem, maga a zsírfagyasztás után 4 hét a kiürülési idő, szervezettől függ, minden vendégnek más az anyagcseréje. Van akinél 4 hét a kiürülési idő, van akinél akár fél év is lehet. Tehát ha megcsinálunk egy zsírfagyasztó kezelést, utána rögtön már kapunk mérhető mínusz centimétert, de viszont 2 hét elteltével fog az szépen kimutatkozni, ahogy ürül szépen kifel a szervezetből. De 4 héten rá általánosan már azért szép eredményt mutat. Tehát rögtön is van látvány. Igen. És utána 4 hét alatt mit kell tegyünk? Ez az étkezés nem befolyásolja, azért nagyon szeretik a vendégek, mert a zsírfagyasztás egyáltalán nem befolyásolja, hogy elkezdünk rohamosan étkezni, akkor ugye a zsírsejtek tudnak nőni. Maga a zsírsejtek akár 100-szorosokra is fel tudnak nőni, de hogyha mi azt a normál étrendet folytatjuk, amit eddig, az akkor ugye szépen mennek a centiméterek. De viszont, hogyha még avval rá tudunk segíteni, hogy picikét megvonjuk azt a kalóriamennyiséget, akkor hatványozni tudjuk az eredményt. A folyadékbevitel az fontos? Igen, mint minden alapformáló kezelésnél a vízfogyasztás nagyon fontos. Minden vendégnél elmondom, hogy szénsavmentes vizet kell fogyasztani, minimum 2,5-3 liter vizet. Tehát lugosítani is kell közben. Igen, hogy a szervezetből az anyagcserét, hogy gyorsítsuk, és minél gyorsabban így kiürül a szervezetből. Vannak olyan italok, amivel esetleg még rán tudunk segíteni? Gondolok itt a lugosító italokra, mint például a citromlé, a gyömbér, persze, a pirosbogyókról állítják azt, igen, hogy lugosítós, méregtelenítő hatással vannak. Igen, ezek még csak ugye hatványozzák a kezelés eredményét, a méregtelenítést. Hogyan működik ez a kezelés? Minden alakformáló kezelés előtt elvégzünk egy testtömeganalizálást, hogy meghatározzuk, hogy a vendégnek mennyi a zsírszázaléka. Minden vendégtől meg kell kérdezni, hogy mióta áll fent ez a súlyfelesleg, milyen régi az a zsír, mennyire van letapadva. A zsír vastagságától függ. Mindig kell, hogy egy minimum zsírvastagság legyen egy kezelés előtt. Meg kell nézni, hogy minimum 2 cm zsír kell, hogy legyen az adott vendégen. Akkor kezelhetünk meg. Tegyük fel, hogyha valakinek 15 kg súlyfeleslege van, nem lehetetlen, de viszont lassan, fokozatosan, én annak a fogyásnak a híve vagyok, hogy inkább folyamatosan heti 1/2 kiló legyen az, de az nagyon jó effektus legyen. Mennyire nagy a veszély az, hogy ez nagyon gyorsan visszarakódik ez a zsírtömeg? A zsírfagyasztásnál egyáltalán nem rakódnak vissza ezek a zsírsejtek, ez a zsírleszívásnak az egyik alternatívája. Azok a zsírsejtek, amik elfagynak, szóval elhalnak, nem tudnak visszabeépülni a zsírsejtekbe. Most
minden kiderül. Vákumot fogsz érezni. Tölcsér felszívja a felesleget. Tölcsér fejében helyezkedik el a fagyasztó lapátka, ami közé a zsír, ahogy bekerül, elkezdi hűteni. Olyan érzés, mintha ilyen izomösszehúzódások lennének a hasban. Teljesen felszedi a felesleget mindenhonnan. Kezelés végeztével fogod érezni, hogy teljesen elzsibbad a kezed terület, érzéketlen lesz. Kicsike bőrpír jelentkezhet, de az egy órán belül az eltűnik. Mennyi ideig tart egy kezelés? Egy kezelés 45 percig tart. És milyen időközönként kell megismételni? A kriolipolízist 4 hetente ajánlott megismételni, zsírvastagságotól függően. És hányszor ajánlott megismételni? Maximum 6-szor lehetséges megismételni, nagyobb zsírfeleslegnél, de tegyük fel a te esetedben, egy kezelés teljesen elég lesz. A gép szokta mutatni, hogyha nem nagyon engedi hirtelen lefele hűteni a mínuszokra, akkor olyankor mindig megkérdezem a vendégtől, hogy erőse az immunrendszere, mert védekezik. Aha. Ugye a saját írhánk azért felel a szervezetünkbe, hogy melegen tartsa, megvédje a kihűléstől, és ilyenkor, mikor mínuszfokokra kezdjük el hűteni, ilyen ellenállásba ütközünk, és akkor nehezebben akarja engedni a mínuszfokokat. Teljes, egészen 2 cm. Akkor most 4 hétig szinte semmit nem kell csinálnom, és 4 hét után visszajövök, és megmérjük a derekamat újból. Igen. Nem diétáztam, nem koplaltam, teljes jókat ettem, lusta voltam, nem tornáztam. De azért én ajánlanám, hogy ugye a kicsikét tornát belevinni a mindennapokba, picikét, ha odafigyelünk az étkezésre, ugye hatványozzuk a kezelésnek az eredményét, és még szuperebb eredményt tudunk elérni. Mit tudhatunk az ultrahanggal történő zsírbontásról? A kavitációs ultrahangos zsírbontás alatt az ultrahanghullámokra mikrobuborékok képződnek a zsírsejtekben, ezáltal felfújódnak, mint egy lufi, és szétbukkannak. És hogyan kerülnek ki a szervezetből? Van egy ráfelelő kezelésünk, amit a rádiófrekvencia segítségével behúzunk a nyirokkeringésbe, ezáltal tudunk feszesíteni is a bőrt. Tegyük, ha a kavitációnál lemegy 2 cm, a bőrt utána tudjuk húzni a rádiófrekvenciával. Milyen testi részekre alkalmazod ezeket a kezeléseket? Inkább comb, fenék, has? A test bármely területén alkalmazhatjuk, a hason, karokon, combokon, háton. Nagyon sok problémás vendégünk van, akik eljönnek, hogy a melltartó alatti kis kidudorodást szeretnék eltávolítani, és arra is nagyon jó megoldás. Mit tud a narancsbőrök ellen? Narancsbőrt ugyanúgy, ahogy a zsírsejteket fölfújja, szétbukkassza, ezáltal a narancsbőrt, ami adja a hupulykákat a bőr felületén, szépen kisimítja. Arról meséltél, hogy van egy utánkezelés, ami által kiürül ez a zsírszövet a szervezetből. Van-e valami házi praktika, amivel rá tudunk segíteni? Ugye minden vendégnél elmondom, hogy a kavitációt 72 óránként lehet alkalmazni, addig van ideje a szervezetnek kiüríteni azt a felbontott zsírt. Tehát ha a vendégnek otthoni feladata az, hogy egyet tornázzon, egyet gyors gyalogoljon, vagy akár bármilyen otthoni házi munkát végezzen, hogy az anyagcsere felturbósodjon, és jobban ki tudjon örülni ez a felbontott zsír.
Ezek ugyebár méreganyagok, amik a szervezetünkben vannak, és felszabadulnak hirtelen. Érzünk-e valamilyen hatást, például fejfájást, gyengeséget, szédülést, mikor ezek felszabadulnak? Nem érzünk semmiféle ilyen mellékhatásokat. Kavitációs ultrahangos zsírbontásnál alkoholt nem ajánlatos fogyasztani, mert le van gyengülve a májunk, és nem tudja feldolgozni az alkoholt is pluszban. Milyen esetekben nem ajánlod a kezelést? Ha kezeletlen a vérnyomás, ha cukorbetegség van, ha az elmúlt 5 évben volt daganatos megbetegedés, terhesség, szoptatás, ilyen esetekben nem ajánlott. A nyirokmasszázs az egy kivezető masszázs, amit kezelések után szoktál alkalmazni. Igen, minden kezelés után ajánlom a vendégeknek a nyirokmasszázst. Nagyon sok vendégem, hogyha nagyon lassú az anyagcsere, mindenkinél megkérdezem, hogy milyen az anyagcseréje, hogyan működik, és hogyha azzal a panasz érkezik hozzám, hogy hiába ő diétázik, sok vizet fogyaszt, és mégsem mozdulnak a kilogrammok, ilyenkor szoktam ajánlani, hogy egy 8 alkalmas nyirokmasszázs kúrát, hogy teljesen szintre fölhúzzuk azt az anyagcserét, hogy kellőképpen dolgozzon. Tehát a nyirokmasszázs nem csak kivezeti a szervezetből a méreganyagokat, hanem felgyorsítja az anyagcserét. Igen, mivel teljesen turboüzemmódban dolgozik olyankor a szervezet, ezáltal a feltört zsírokat is, amit tegyük fel egy kavitációs ultrahangos zsírbontással elérjük, az hamarabb ki tudja dolgozni. A nyirokmasszázs nagyon jó a viszerekre. A vérkeringésünk megtelítődik oxigénnel, ezáltal a terhelés lekerül a vénákról. Ezáltal meg tudunk előzni akár egy trombózist is. Nagyon sok vendég fordul hozzám olyan problémával, hogy zsibbad a keze, lába, és akkor ezen is tudunk segíteni, mert olyankor a vérkeringés nem tudja eljuttatni a kézfejekben, lábujjakba az oxigént, így a nyirokmasszázs pedig segít ebben. És ugyanez a probléma a fejfájással is, és gondolom akkor igen, abban is tud is segíteni. Úgy működik, akinek vannak migrénes panaszai, azoknál nagyon hatásos a nyirokmasszázs, mert ugye, hogy az oxigént szállítja a szervezetünkben, eljut teljesen az agyi sejtekhez és ezek az oxigének, és így meggátolja, hogy migrénes fájfájások előjöjjenek. Ilyenkor konkrétan a testnek milyen részét masszírozod? Ez gépi nyirokmasszázs, 48 cellája van. Úgy kell elképzelni, mint egy nagy vérnyomásmérő. A lábokon, combtőig, hason és két karon. Egyszerre működik, tehát egész testet masszírozod. Mozdulattal, igen, és szívvérrendszerrel egy irányban fújódik. Fájdalmas? Nem, teljesen kellemes. Minden vendég nagyon szereti. A mezoterápia az egyik legnépszerűbb kozmetikai eljárás, melynek két válfaja van, a tűs és a tű nélküli. A tűszúrástól nagyon megijedünk, miközben 1-3 mm tűről van szó. Teljesen tűrhető eljárás. Éppen, hogy csak egy picike csipkelődő érzés lehet érezni. Hatásában miben különbözik egy tű általi kezelés, egy tű nélküli kezeléstől? A mezoterápiánál, a tűs mezoterápiánál összetettebb a kezelés, mert egyszerre tudunk feszesíteni, anyagcserét gyorsítani és zsírbontani. Tehát komplexebb eljárás. És ha jól tudom, akkor ebben az esetben annyira szétroncsolja a zsírsejteket, hogy azok soha többé nem térnek vissza. Nagyon látványos a kezelés, mert egy alkalom után már szemben látható eredményeket kapunk, akár mínusz 7 cm. Teljesen a hasnak a körvonala teljesen megváltozik. Ugyanúgy, akinek szülés után megereszkedett a bőre, szépen fölhúzza, a köldök nem lefelőíve lesz, hanem fölhúzódik szépen. És milyen mellékhatásai vannak? Ezeknek a szérumoknak, amikkel dolgozom, egyáltalán nincsenek mellékhatásai. Ugye, mint minden eljárásnál, ki kell kérdezni a vendéget, hogy van-e bármiféle szervi problémája, hogy tudjuk-e ezt alkalmazni. Tudod, nagyon megijedünk ennek hallatán, mert például, mint a botoxnál, egy idő után elhalnak az arcizmok, és nem tudjuk őket használni, és rosszabbat tettünk vele, mint ahonnan elindultunk.
Ezzel kapcsolatosan elkerüljük ezeket a félelmeket? Egyáltalán nincsen semmiféle olyan rossz mellékhatása, hogy bármiféleképpen eltorzuljon az alakunk, a testünk. Ezzel csak jótékony hatást tudunk elérni, hogy karcsúak leszünk. A tokán is használod? Igen, tokán is lehet alkalmazni. Apró tűszúrások, teljesen mikrosérülések, tehát utána visszatérhet a hétköznapi teendőibe, munkahelyére, semmi probléma ilyen látszatra nincsen. A kezelések után ajánlatos a testmozgás? Igen, kifejezetten ajánlatos, hogy feltúrózzuk egy picit az anyagcserét. Akkor most megyünk kicsit mozogni. Nagyon sok kutatást végeztek ennek a gépnek a hatékonyságáról, és ami az egyik legszimpatikusabb volt számomra, hogy termeli a hormont a szervezetben. Ez az egy olyan edzőgép, ami orvosilag tesztelve van, tehát ezzel a géppel nem csak, hogy fogyást tudunk, de gyógyító hatása is van. Erről az edző, személyedzőnk is tudna sokat mesélni, hogy ez a szovjet űrhajósoknak volt kifejlesztve. Állóképesség, egyensúly, zsírcsökkenés, nagyon sok mindent tudnánk felhozni, hogy mire jó ez a gép. És hát, ami tény, visszaállítja, helyreállítja a hormon természetes útját. Ugye ezzel nagyon sok nő küzd a mai napra, a hormon háztartás felborulása. Ez nagyon sok nőnek problémát okoz. Én azt mondom, hogy ez egy csodagép, nagyon szeretjük. Nagyon sok vendégünk jár, és alkalmazza ezt az edzésformát. Elsősorban is a hölgyek, akik eljönnek hozzánk, azok mindenféleképp súlyt szeretnének csökkenteni. Addig még nem jutnak el hozzánk, addig úgy gondolják, hogy ez tényleg csak arra való, ez a gép, ez az edzésforma. De ez nem így van, ahogy az előbb is elmondtam. Nagyon sok olyan dolgot tudnék felhozni, például nagyon sok nő küzd azzal, hogy nem tud teherbe esni. Nekünk legalább 5 olyan vendégünk van, aki innen ment szülni. Úgyhogy huzamosabb ideje járt edzeni, elég erős edzésformát végeztek, és teherbe esett. Ez egy csodálatos dolog számunkra. Körülbelül 6 éve, amikor legelőször kipróbáltam a plate edzésformát, 107 kilóval mentem szülni a kicsi lányomat, és nagyon féltem attól, hogy hogyan fogok ettől a súlyfeleslektől megszabadulni, és Magyarországon elmentem egy plate edzésre. És hát konkrétan 2 napig nem tudtam járni, olyan szinten megmozgatta az izmaimat, ez valami hihetetlen. Ezt a gépet amúgy nagyon sok helyen alkalmazzák, rehabilitációs központokban. Tudtok-e nekem erről mesélni? Azt tudom mondani erre, hogy a pici gyerektől a 80-90 éves kor is használ, alkalmazhatja ezt a gépet. Nagyon sok oktatáson vettünk részt a lányokkal, és olyan csodálatos dolgokról hallottunk, amit ugye mi még nem alkalmazunk, rehabilitációra használják. Tehát a tolószékből felállítják az embert. Ez valami eszméletlen. És volt egy nagyon-nagyon fantasztikus történet, ami megragad bennem. Egy nagyon híres edzővel voltunk egy oktatáson, és elmondta, hogy 89 éves hölgy kereste föl, és azzal a kéréssel, hogy le tudja tenni a járókeretet, és el tudjon menni a bevásárlóközpontba. Természetes, hogy nem azt az edzésformát adta ennek a hölgynek, amit mondjuk egy 20-30 évesnek, de másfél év alatt eljutottak oda, hogy letett a járókeretet, és anélkül el tudott menni. Tehát hihetetlen, de csodálatos dolgokra képes egy szakember segítségével. Tehát ezzel a géppel nem csak csinosodni tudunk, hanem ez egészségügyi okokból is egy nagyon fontos gép. Így van. Energiát ad, stabilitást, állóképességet, és csodákat tesz. Hát én ajánlanám neked, hogy próbáld ki. Benne vagyok. Oké. Itt vagyok teljes díszben, Andi.
Hogyan működik egy edzés? Az edzés 30 percig tart, minden egyes alkalommal bemelegítéssel kezdünk, ami 30 hercen működik. Aztán jön az edzés maga, amikor már feljebb vesszük a hercet, de ez egyéntől függő, vendégtől, teherbírásától. A végén van a masszázs, amikor már az izmokat ellazítjuk. És milyen gyakran kell edzést tartani? Tapasztalt elsősorban az izomláz, a jobb közérzet, feszesebb a testük, az anyagcseréjük sokban megváltozik, és nagyon jól érzik magukat, és stresszoldó. Mónika, én közben itt kiszúrtam egy űrhajóra hasonlító gépezetet. Mit tud ez a szerkezet? Hát igen, ez a legújabb szerzeményünk. Ő egy teljesen másabb edzésformát igényel. Itt csak sétálni kell. De kérném Andrea segítségét, az edző segítségét, és akkor ő elmondaná neked, hogy hogyan működik, mit érzel bent a gépbe, és én nem bánnám, ha ki is próbálnád. Ez egy vákumkamra, ahová én most besétálok, és fel kell vegyem ezt a védőmellényt. Igen. Közben fel is veszek, és mit tesz ez a védőmellény? Ehhez a géphez fontos ez a ruha, mert a vákumkamrát le kell, hogy zárjuk, és ezzel segítségével zárjuk le, de hogy tutív legyen a hatás, még zsírégető krémet is szoktunk használni, és úgy még jobban használ. Én azt tudom erről a gépről, hogy a leghatékonyabb gép a striákra, narancsbőrre, pont azokat a felületeket nem fedi a jelmeznem, amiben beöltöztettél. Hogyan működik ez a vákumhatás? Gyere és próbáld ki! Tehát most bezártalak a vákumkamrába, és itt a problémás területekre fog összpontosítani. Comb, has, fenék, láb, narancsbőre tuti lesz. Tehát ez a gép olyan intelligens, hogy megkeresi a testemben a problémás részeket. Ez így van. A vákum segítségével. Igen. Még most csak a futópad részét fogod érezni, míg a vákumot a kártya segítségével fogom bekapcsolni. Elindultál? Igen. Jó. Kártyát oda teszem az érzékelőhöz, és most fogod érezni a vákumot, beszippant, a sebességet azt állíthatjuk, de csak sétálunk rajta. Jó, az alacsony és magas vákum segítségével a vérkeringés fokozódik a bőr alatti kapilláris ereinkbe, mely elszállítja a zsírt az izmokba, mivel tudjuk, a zsír az izomban égethető el. Ez egy nagyon könnyed és izgalmas nyári séta, és közben csinosodunk. Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!